Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Segítség, 400 millió forintot fordít FAD a település elmaradottabb részének felzárkóztatására. Idősbarát önkormányzat, több ezer ajándékcsomagot kapnak a szekszárdi nyugdíjasok. Egy cipőben járunk, új sportcipőket kapott a Decsi iskola 20 diákja. Voltok az ünneplésre, több száz Tolna megyei diákolimpiai dobogós kapott díjakat. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! 400 millió forintot fordít FAD a település két legelmaradottabb utcájában élők képzésére és az ottani körülmények javítására. Az érintett település részeken leginkább alacsonyan képzett, jó részt munkanélküli emberek élnek, nekik építenek mások mellett közösségi házat és segítenek munkát találni. Ez a konténer az egyik 200 millió forintos pályázat részeként került ide. A FADI önkormányzat összesen 400 millió forintot nyert arra, hogy itt és egy közeli utcában javítsanak a helyiek életkörülményein. Három szociális bérlakást fogunk építeni a pályázat segítségével, és kettő házat pedig egy kicsit felúj, komfortosabbá tenni tulajdonképpen. Ezen kívül készül két úgynevezett csillagpont, ahol magában a szegregátumban, ahol mosási lehetőség, a gyerekeknek tanoda, és kulturális, illetve egyéb társadalmi összejöveteleket lehet majd csinálni. A pályázatoknak köszönhetően nagyjából 200 helyi életkörülményei javulnak majd jelentős mértékben, és az építkezések mellett képzésekre is bőven jut pénz. Erre szintén 200 millió forintot költhet a település. Állásajánlatokon meg tudjanak felelni, illetve OKS és egyéb képzéseket, a torgoncás, boltéladó, köműves, térburkoló. Tehát ezeket a képzéseket próbáljuk meg ezekben a szegregátumokban. Ez tulajdonképpen egy-két utca ez a falunak a végén. Zömében cigánylakosságú, de nem teljesen. A 200 millió forintos fejlesztés sorozat tavasszal kezdődik el FADDON, az ezekhez kapcsolódó képzések pedig néhány héten belül. Csalót keresnek a rendőrök. A képen látható férfiról azt gyanítják, hogy még októberben Bátaszéken átvert egy trafikost. Megkérte, váltson neki pénzt, ám elterelte a figyelmét, és ezzel 70 ezer forint kárt okozott. Hogy pontosan mi volt a trükkje, azt nem lehet tudni. A rendőrség azt kéri, aki felismeri a férfit, hívja a szekszárdi rendőrkapitányság telefonszámát. Felborult egy személyautó kedden kora este Tolnánál, hogy mi okozta a balesetet, nem lehet tudni, a helyszínen ugyanis nem volt másik roncsolódott jármű. Úgy tudjuk, a feje tetejére fordult autóban csak a sofőr utazott, aki könnyebben sérült meg. Őt a rendőrök vérvételre szállították a helyszínről. Több mint 3700 karácsonyi ajándékcsomagot állítottak össze a szekszárdi önkormányzat munkatársai a városban élő szépkorúaknak. A Tolnai megyeszékhelyen tavaly lepték meg először az ünnep előtt ajándékkal a helyi időseket. Ács Rezső szekszárd polgármestere azt mondja, ezzel a gesztussal azt akarják hangsúlyozni, hogy az önkormányzat méltó a nemrég elnyert idős barát díjra. Egy aláírás a névnél, és már át is vehette a karácsonyra összeállított csomagját Elek Sándorné szekszárd polgármesterétől. Én most vagyok először, mert eddig mindig csak úgy hallottam, mondom, akkor én is megpróbálom, és akkor jelentkeztem telefonon, és most itt vagyok. Jó, nagyon-nagyon ötletes dolognak tartom. Pedig sokan nem először jöttek. A város tavaly kedveskedett először így a helyi nyugdíjasoknak. Szekszárdon 8800 szépkorú él, közülük előzetesen több mint 3700-an regisztráltak. Ez nagyjából 500 fővel több, mint tavaly. Hozzá lehet érezni a súlyát. Idén sokkal nagyobb csomagokat sikerült összeállítani, mint egy évvel ezelőtt. Ezt mondta Ács Rezső szekszárd polgármestere. A szatyrokba tartós élelmiszerek mellett például kávé és édesség is került. Összesen 10 féle terméket kaptak azok, akik előzetesen regisztráltak. Erre azért volt szükség, mert az ajándékokat a város a saját költségvetéséből vásárolta, és nem akartak többet venni, mint amennyire igény van. A 3700 regisztráltból eddig kb. 2700-2800-an vitték el, még péntekig zajlik a csomagosztás, tehát szépen ütemezetten péntekig mindenki meg fog kapni a csomagját. Annyi történt még, hogy néhányan jelezték, hogy valamilyen okból kifolyólag nem tudtak regisztrálni, senkit nem küldtünk el.
Őket utólagosan regisztráltuk, és a pénteki nap végén ők is meg fogják kapni a csomagjaikat. A szépkorúaknak szánt karácsonyi ajándékcsomagokat tehát péntekig lehet átvenni Szekszárdon. Vadonatúj sportcipőt kapott a Decsi Bíbor Vég általános iskola 20 tanulója, a Magyar Diák Sport Szövetség Egy cipőben járunk elnevezésű programjának köszönhetően. A kezdeményezéssel, amely mögé olyan ismert emberek álltak, mint Csányi Sándor nagyvállalkozó, nehéz körülmények között élő gyermekek sportolását kívánták segíteni. Már nem töri többé a lábát a régi sportcipő ennek a Decsi általános iskolás sportolónak. A Magyar Diák Sport Szövetség képviselőjétől ugyanis ajándékba kapott egy új cipőt. A 20 darab új sportcipőt hoztunk, 34 és 46-os méret között, szerencsére 46-os is gazdára talált. Alapvetően ezek új cipők, és amit még el szeretnék mondani, hogy országosan több mint 560 cipőt sikerült összegyűjtenünk, ami azt jelenti, hogy minden megyébe fel tudtunk keresni egy iskolát, ahol 20-21 pár cipőt tudtunk adományozni. A Magyar Diák Sport Szövetség Tolna megyében a Decsi Bíbor Vég általános iskola tanulóit ajándékozta meg egy-egy új cipővel. A cipők egyrészt azért kerülnek a Bíbor Vég általános iskola tanulóihoz, mert kerestek olyan iskolát a megyében, ahol jó sporteredményeket érnek el a gyerekek, részt vesznek a diákolimpiai rendezvényeken. Ugyanakkor a NetFit mérésben vannak gyengébb területei az iskolának, és rendelkezik az iskola bizonyos számú hátrányos helyzetű gyerekkel is. A gyerekek azonnal felhúzták az új lábbeliket, és rögtön ki is próbálták egy kis tornával. A Magyar Diák Sport Szövetség Egy cipőben járunk elnevezésű jótékonysági programját ismert emberek, politikusok, civilek támogatták. A program fő célja felhívni a figyelmet arra, hogy az egyenlő esélyek biztosítása a sportolásban épp úgy fontos, mint az élet más területein. Folyamatosan ellenőrzi a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hatóság a tűzifa árusokat, elsősorban az online hirdetéseket figyelik, kivált kép, hogy a hirdető rendelkezik-e a jogszabályban előírt technikai azonosítószámmal. Az azonosító megléte garantálja ugyanis a tűzifa vásárló számára, hogy az eladó a népighatósági nyilvántartásában szerepel, vagyis nagy valószínűséggel jogkövető kereskedő. A hatóság egy hét alatt 34 helytelenül feladott hirdetést távolítatott el az egyik népszerű webes hirdetési felületről. Számos tűzeset a nem megfelelő tüzelőanyag használatára vezethető vissza, hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Előfordul, hogy a kályhákba a fa mellé még műanyagpalackokat, csomagolóanyagokat, régi bútorlapokat, rongyokat tesznek, ez pedig a füstelvezetők állapotának rohamos romlását eredményezi, amely nem csak kéménytüzek kialakulásához, hanem szénmonoxid mérgezéshez is vezethet. Ezért nagyon fontos, hogy a kazánokat, kályhákat, kandallókat csak az előírt tüzelőanyaggal fűtsük, és a begyújtáshoz kerüljük a színes, magas festéktartalmú akciós katalógusok, magazinok használatát. Fontos határidő közeleg a horgászoknak, jövőre ugyanis már csak az válthat ki horgászengedélyt, aki fel tudja mutatni az érvényes adókártyáját. Ez új szabály lesz, ami több tízezer embert érint az országban. Az adóhatóság ezért kéri, aki horgászik, készüljön a változásra. Egyel több igazolvány kell január 1-től a horgászigazolvány kiváltásához. Már nem lesz elég a szükséges vizsgát teljesíteni és felmutatni a személyi igazolványt. Ezek mellett adókártya is kell majd. A NAV szóvivője ezért azt mondja, érdemes már most felkészülni a változásra. Annak, akinek ellopták vagy elveszítette, esetleg megváltoztak az adatai, érdemes új kártyát igényelnie. Ezekben az esetekben a NAV honlapjáról letölthető T34-es adatlapon lehet igényelni ezt az adókártyát, adóigazolványt. Ez benyújtható elektronikusan az ügyfélkapunk keresztül, papíralapon, postán vagy pedig személyesen a NAV ügyfélszolgálatain, illetve a kormányablakokban működő NAV ablakokban. Első alkalommal adatváltozás vagy lopás esetén ingyen lehet az igazolványt kiváltani, de ha elveszett vagy megrongálódott a dokumentum, akkor 3000 forintba kerül az adókártya kiváltása. Az adóhatóság az igényléstől számított 15 napon belül küldi ki az igazolványt. Szükség esetén az adóazonosító jelről igazolást állít ki az adóhivatal, és ez helyettesíti az adókártyát addig, amíg meg nem érkezik az igényelt adókártya. A Magyar Országos Horgász Szövetség adatai szerint tavaly a hozzájuk tartozó horgászegyesületeknek összesen 316 ezer tagja volt, és 10%-kal kevesebben kérték a felvételüket, mint egy évvel korábban.
A Tolna megyei Diáksporttanács 27 sporták 269 képviselőjét díjazta Szekszárdon a Garai János gimnázium dísztermében. Ők még az előző tanév végén lezajlott diákolimpiák döntőiben, egyéniben és csapatban, vagy éppen mindkettőben a dobogon szerepeltek. Az aerobiktól a sakkig 22 sportágban 269 általános iskolás, illetve középiskolás diákolimpiai 1-3 helyezett, vagyis dobogón végzett egyéni versenyző, illetve csapatban érdekelt diáksportoló jelent meg a Garai Gimnázium dísztermében megtartott szokásos éves díjkioszton Szekszárdon. Szeretném megköszönni a felkészítő tanároknak, szeretném megköszönni a szülőknek, és természetesen a sportolóknak, hogy ezeket a csodálatos eredményeket elérték. A legsokoldalúbb sportolói címet mindenképpen a Paksról érkező Csonka Tibor érdemelhetné ki, aki a futóatlétika több versenyszámában is indul, a tanulásban akadályozottak kategóriájában. Sprintában 100-on, 200-on és 400-on is versenyez. Bejutottam mind a háromba, és ottan kettőt nyertem meg, 400 métert ott első lettem, távolugrásban első lettem, azért hatodik lettem, azért dobásban. A 269 díjazott között ott volt természetesen Tolna megye két idei ifjúsági sportoló büszkesége, az argentinai ifjúsági olimpián nagyszerűen szereplő, egyaránt az első tízben végző Dombovári Farkas Bence a 200 méteres síkfutó és Orsós Dániel a tamásiak kitűnő súlyemelője. Regionális híreink következnek. Emelik a közterület használat díjait, 25 millió pluszt vár ettől a pécsi önkormányzat. Segítség, 237 rászoruló családhoz juttattak el csomagokat Somogyba. 3 év alatt 65 településről 1931 látogató, sikeresen zárult a zsolnai program. Emelni akarja a közterületek használatának díjait a pécsi önkormányzat. A taxisok a tervek szerint kétszer annyit fizetnek majd a drosztokért, mint eddig. Utoljára 7 éve állapították meg a díjakat, amikből már nem lehet fedezni a közterületek rendben tartását. Ez indokolja az emelést, amiből 25 millió többletet várnak a város kasszájába. Taxik sorakoznak a pécsi Irgalmasok utcájában. A közterület használatért, vagyis a drosztokért éves díjat fizetnek a város önkormányzatának. Ezt most várhatóan megemelik a csütörtöki közgyűlésen. Szomorúan veszek tudomásul, hogyha ez valóban így lesz. Igaz, hogy évek óta beszéltek már róla, és eddig megúsztuk, hát most úgy tűnik, hogy megvalósul. Az éves 20 ezer forintos díjat 40 ezerre emelik. Ez havi 3334 forint közterület használati díjat jelent a taxisoknak, ami nem tűnik soknak, de nem csak ezt kell nézni, mondják a személyszállítók. Rengeteg más költségünk rakódik még ehhez, az a baj. Tehát szerintem közel 200 költségünk van még a drosztdíjon kívül, és ez így tetemes, tehát magas. Úgyhogy minden a kötelező biztosításunktól kezdve majdnem minden a duplájára emelkedett, úgyhogy azért ez így hatványozódik. Ez 100%-os emelés egyébként, tehát kiemelkedően magas, de nem lesz az utolsó. Mondja a taxis drosztok díjemeléséről a Város Ügyrendi Bizottságának elnöke. Erb József szerint még így sem éri el az országos átlagot ez a díj. Az én személyes javaslatom az volt, hogy jobban emeljük, de én úgy gondolom, hogy az a politika, ami egyébként a magyar kormánynak a politika is, hogy lépésről lépésre haladjunk, ne sokszerűen változtassunk, mert hiszen az soha nem szül jó vért. 2011 óta nem emelték a közterület használati díjakat, miközben a városüzemeltetés költségei nőttek. Ezért most a taxidrosztok díjának duplázása mellett a reklámtevékenység, valamint az építkezésekhez köthető közterület használati díjait emelik 30%-kal. Így várhatóan 25 millió forinttal több pénz folyik be ezekből a városi kasszába. Tartós élelmiszert, fenyőfát és tűzifát is kapnak Somogyban a rászorulók, az Európai Realitás Közhasznú Egyesület és a Somogy megyei önkormányzat összesen 237 családhoz juttat el csomagokat, hogy így tegyék szebbé a karácsonyt. Nagypusztán egy nagymamát és 6 unokáját lepték meg a sok ajándékkal.
Már reggel nagy volt a készülődés Kaposváron, több száz csomagot szállított ki rászoruló családoknak az Európai Realitas Közhasznú Egyesület. Vigyázzon, nagyon nehéz. Két doboznyi élelmiszer, fenyőfa, turmixgép és két köbméternyi tűzifa. Az adományból ez a nagy pusztán élő nagymama is kapott, aki egyedül neveli hat kisunokáját. Az anyuka olyan emberrel keveredett össze, aki rendetlen volt, nagyon kábítószerezett, meg ivott, meg minden, és akkor az álmügy ugye elvette tőle a gyerekeket. A gyerekek izgatottan bontogatták a csomagokat, a dobozok száraz élelmiszert, édességet és szalámit is rejtettek. Emellett a 6 éves Krisztiánnak speciális tésztákat is hoztak, hiszen a kisgyerek lisztérzékeny. Jobban a Krisztiánnak az ennivalója, az kerül olyan nagyon túl sokba. A többiek ugye mindent megesznek, azoknak mindegy, hogy mit ad az ember, de ő neki azért nem mindegy. Krisztián azt is elárulta, hogy mi a kedvence, amit nagymamája rendszeresen elkészít neki. Galici biszit is értem, a tököt, a sütőtököt. Nagy segítséget jelent az adománya nagymamának, hiszen kevés pénzből kell gazdálkodnia. Minden hónapban már... Hónap végén már szüken vagyunk. Az adománygyűjtéshez a Somogy megyei önkormányzat és az ott dolgozók is csatlakoztak. Különösen jó érzés most itt lenni, hogy mint a megyei önkormányzat, mint pedig a megyei önkormányzat dolgozói, mint magánemberek támogatták adományokkal ezt az egyesületet, a varázsasztal kezdeményezést. Bárdudvarnok térségében sok a rászoruló család, így minden adományt szívesen fogadnak. Három év alatt 65 településről 1931 látogató, a Pécsi Zsolnai program eredményeiről számoltak be a sajtó képviselőinek. Az értékelő tájékoztatón kiemelték, fontos, hogy már a legkisebbek is felismerjék a kultúra fontosságát. Az eseményen elhangzott, a jövőben a határon túli látogatókra szeretnének több figyelmet fordítani. Gyerekeknek osztanak ajándékcsomagot a Zsolnai negyedben. A Kozár Mislenyből érkezett csoport az utolsó, akik részt vesznek a Zsolnai programban. A 2016 óta zajló projekt eredményeiről számoltak be a látogatóközpontban. Hoppá Péter hangsúlyozta, a Zsöknek nagy szerepe volt és van abban, hogy a kultúrát közelebb hozzák a gyerekekhez. Örömmel mondhatjuk el, hogy ebben a közel három esztendőben sikeres volt a Zsolnai negyed vállalása, hogy a kultúrához való hozzáférés, a kulturális akadálymentesítés vállalásaként ők ezt a programot létrehozták, elindították és lebonyolították. Az értékelő sajtótájékoztatón Vince Balázs ügyvezető statisztikai adatokról számolt be. 65 település a három év alatt, 1931 látogató, ugye ezek a csoportoknak az egyharmada családok, idősek és gyermekcsoportok, 800 gyermek, amely a határon túlról érkezett és láthatta a negyedet. Az eseményen Nagy Csaba országgyűlési képviselő emlékeztetett, a programban megkötött együttműködések segítettek abban, hogy Pécsen kívülre is eljusson a kultúra. Ez egy szép folytatása volt ennek a gondolatnak, hogy a városnak a kulturális kisugárzását próbáljuk meg a Baranyába is elvinni, egy olyan település szerkezetű megyében, ami párjáz ritkító Magyarországon, hiszen a városunkon kívül több mint 300 településsel rendelkezünk. A tájékoztatón elhangzott, fontos, hogy ne csak a térségben élők, hanem a határon túlról érkezők is megismerjék a Baranyai megyeszékhely gazdag kultúráját. Ebben szeretnének további segítséget nyújtani a Zsolnai negyed munkatársai. Óriási adventi naptáron számolnak vissza karácsonyig Kaposváron. A Ripon-Rónai Múzeum munkatársai együtt készítették a 24 ablakból álló naptárat, amelyen idén Vas Albert meséje elevenedik meg. Visszatérő vendégeket látunk, akik vagy reggel munkába menet, vagy munkából jövet, megállnak és nézik, hogy az aktuális napon melyik ablak kellett kinyitva. Évről évre több százan csodálják meg a kaposvári adventi naptárat, amelyet immár hagyományosan a megyeszékhely főutcáján állítottak fel. 100 évvel ezelőtt egy német édesanyja volt az, aki a gyerekének csinált egy 24 ablakos kis csokimatatós játékot, amit aztán a fiú nagykorában üzletileg is befuttatott. Hát itt a múzeum esetében természetesen nem csokoládé, hanem egyéb kulturális ingyenségek kerülnek kirakásra.
maradunk mi a múzeumos nagyképeknél. A naptáron minden évben más témát dolgoznak fel a múzeumi dolgozók. Idén Vas Albert karácsonyi meséje elevenedik meg a képeken. Ebben az évben egy mesét mutat be, egy karácsonyi mesét 24 napon keresztül. Ez egy kicsit szabadabb téma ebben az évben. Az előző években, a legelső évben jobban kötöttünk az adventhez, a hagyományok, a jelesebb napok, tehát így mentünk ezen végig, tényleg egy hagyományosabb adventi téma volt. Az előző évben pedig az adventi naptáron keresztül a szakágak segítségével, tehát őket is bevonva inkább Kaposvár és a Riprónai Múzeumnak a szokásait mutattuk be. A 24 kis ablakból álló naptárat a múzeum dolgozói készítették saját kezűleg. Közeledik a karácsony, ezzel együtt a bevásárlás ideje is. Az értéktárgyakra fokozottan kell figyelni, hiszen a zsúfolt üzletekben könnyen lába kelhet a pénztárcáknak. A parkolókban nyitva hagyott autók kiváló prédái lehetnek a zsebeseknek, és már is ugrik a karácsonyi ajándék. Az ittas vezetés is gyakoribb ünnepek táján, ezért ellenőrzésekre bármikor számítani lehet. A zsebtolvajok előszeretettel dolgoznak a bevásárlóközpontokban, vásárokban, az ünnepi forgatagban. Oda kell figyelni, hova tesszük a pénztárcánkat, mondja Vitális Ágnes, rendőralezredes. Célszerű ezt valami olyan zárt helyen tartani a ruházaton belül, akár belső zsebben, akár cipzáros táskában, ahol nem lehet hozzáférni. Nagyon kell ügyelni arra, hogy a táskánkat ne tegyük a hátunk mögé, ne legyen nyitva. A hölgyek nagy előszeretettel szokták a váltáskájukat hátra csúsztatni és nyitva hagyni. Erre nagyon oda kell figyelni, érdemes a hónunk alá szorítani, odafigyelni rá a tömegben, akár két kézzel fogni, hogy ne tudják lerántani a vállunkról. A másik probléma a gépjármű feltörések. Karácsony táján sokkal több az érték az autókban is. Ügyeljünk arra, hogy az utastérbe ne legyen látható a csomag, és a csomagtartóba is úgy pakoljunk, hogy ne lássa senki, mit teszünk oda. Sokan elutaznak otthonról az ünnep idején, ez pedig kedvez a betöréses lopásoknak is, teszi hozzá a megelőzési alosztályvezető. Ilyenkor is célszerű végig gondolni azt, hogyha valaki néhány napra elutazik, akkor mindig legyen valaki, aki odafigyel a lakásra, aki elmegy, megnézi, hogy rendben van-e, kiüríti a postaládát, illetve célszerű felszerelni ilyen kis trükkös eszközöket, amik elősegítik azt, hogy a betörők ne gondolják azt, hogy üres a lakás. Tehát például vannak ilyen időkapcsolók, amelyekkel akár a világítást, akár zenét kibe lehet kapcsolgatni, és így azt a látszatot lehet kelteni, hogy tartózkodnak a lakásban, tehát hogy nem üres. Az alkoholfogyasztás is fokozottabb ünnep előtt, alatt is. Senki ne üljön ittassan volánhoz, hívja fel a figyelmet a rendőralezredes. Egyébként meg a finn módszerrel ellenőriznek a rendőrök az utakon. Ez azt jelenti, hogy igazoltatás nincs, csak egy alkoholszondázás, így könnyen, illetve gyorsabban kiszűrik az ittas vezetőket. Végül mutatjuk újra a legfontosabbakat. Segítség, 400 millió forintot fordít FAD a település elmaradottabb részének felzárkóztatására. Idősbarát önkormányzat, több ezer ajándékcsomagot kapnak a szekszárdi nyugdíjasok. Egy cipőben járunk, új sportcipőket kapott a Decsi iskola 20 diákja. Voltok az ünneplésre, több száz Tolna megyei diákolimpiai dobogós kapott díjakat. Csütörtökön alapvetően derült hideg időre számíthatunk, délután is csak pár fokkal fagypont feletti hőmérsékletre van kilátás, és éjjel is nagyrészt csillagfényes, fagyos idő valószínű. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a megújult tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!